Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Indirekt, ahol politikusokat kérdezünk, méghozzá a hallgatók kérdéseit tesszük föl neki, és nagy tisztelettel köszöntöm Ungár Pétert, az LMP társelnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük azokkal a kérdésekkel, amik az LMP-vel foglalkoznak. Az első kérdésünk így hangzik, az LMP eredeti jelentése, hogy lehet más a politika, miben különbözik az LMP jelenleg a többi párttól, az ideológiai meg szakpolitikai különbségektől eltekintve? Szerintem az LMP jelenleg az egyetlen olyan ellenzéki párt, amely levonta a 2022-es buktának a politikai következményeit. És másképp próbálunk politizálni, mint ahogy próbáltunk 2022 előtt. Részben ez jelent az összefogás nevű politikai termékkel való viszony, de lehet ez azzal is, hogy milyen módon és milyen hangnemben kritizáljuk a kormánypártokat, és egyáltalán hogyan járulunk hozzá a magyar közbeszéd színvonalához. Jelenleg szerintem az LMP az egyetlen olyan párt, amely, mint politikai képződmény, növeli a közbeszéd színvonalát az ellenzéki oldalról. Amikor a lehet más a politika berobbant a magyar közéletbe, akkor volt ennek egy olyan reménye, vagy sokak számára jelenthetett egy olyan reményt, hogy most minden olyan dolog, ami egyébként pejoratíve a politikához hozzátapadt fogalom, azt valahogy jön valaki és megpróbálja ezeket lehántani. Hogyan látja, hogy ez sikerült, illetve hogy ez volt-e cél, vagy most cél-e? Ez részben nem sikerült, ebben őszintének kell lenni. Részben pedig az egyik ilyen negatívum, amit szerintem mondanak sokan, ez a pártpolitikai csatározások. Én is nagyon sokszor nagyon negatív dolgokat mondok, amikor kritikát látok, akár kormány, akár ellenzéki oldalon, de személyében nem szoktam támadni például a többi politikus. Tehát az, hogy személyes támadások, személyeskedések uralják a magyar politikát, főleg a mostani időben, az elmúlt pár hétben ez a személyes dráma, amely ráült a politikai folyamatokra, ez a legtöbb magyar állampolgárnak szerintem nagyon rossz, és jogosan nagyon rossz. Ugye lehet más a politika, ezt kérdésként is meg szokták időnként fogalmazni. Ilyet-e lehet-e más? Lehet-e úgy politizálni Magyarországon, hogy mondjuk azokat a jellemvonásait a politikának, vagy inkább azt mondanám, hogy szabályait, amelyektől sokan úgy gondolják, hogy a politika működőképes, ezeket figyelmen kívül hagyjuk. Mert azt látjuk, hogy az, aki sikeres politikát folytat, mondjuk itt az elmúlt 10 évben körülbelül a Fidesz-KDNP kormánya, vagy Orbán Viktor maga, ők is nagyon betartják azokat a fajta szabályokat, nem? Amelyekről azt gondoljuk, hogy ami miatt a politika működik. Amikor 2010-ben én először az LMP-hez csatlakoztam, és amikor 2010-ben ezt megfogalmaztuk, 90-ben már elindult a párt egy választáson, de én 10-ben csatlakoztam, akkor nekem az volt a nagyon szimpatikus benne, hogy azt az állítást fogalmazta meg, hogy vannak olyan vitáink, amik feleslegesek, és ezek elveszik azokról a figyelmet, amik valóban fontosak. Tehát nem azt jelentette, hogy nem, a politikának a vita nem lenne egy magától érthetődő tartalma, ezzel ma is egyetértünk, de nem minden vita jó, nem minden vita építő. Van olyan vita, ami építő, de nem minden vita építő. Hogy mondjak egy példát. Volt ez a tragikus kegyelmi ügy. A tragikus kegyelmi ügynek az egyetlen kicsi pozitívuma az volt, hogy egy ország elkezdett a gyermekvédelmi rendszerről beszélni, elkezdődtek a gyermekvédelmi rendszerről különböző ilyen szakpolitikai javaslatok megfogalmazódni, az LMP is tett ilyet, de a többi párt is tett ilyet, voltak benne jók, rossz dolgok. Szerkesztőasszony tudja, hogy hány szó esett a gyermekvédelmi rendszerről, amióta most már a Magyar Péter ügy van a kegyelmi ügy helyett? A médiában, a politika homlokterében. Teljesen elfelejtettük az egészet, mintha soha nem lett volna. Én nemrég kiírtam az oldalamra egy 5 pontos javaslatot, én jártam most az állami intézményekbe, tehát jártam gyermekvédelmi intézményekbe, tárgyaltam nagyon sok emberrel, aki irányítja a gyermekvédelmet. És kiírtam azokat a javaslatokat, hogy én hogy gondolom, mint LMP-sek, hogy gondoljuk, hogy lehet a gyermekvédelmi rendszert kicsit jobbá tenni. Senkit nem érdekelt, és most nem a médiát akarom ezzel bántani, mert a médiát az érdekli, ami a hallgatókat, olvasókat érdekli, csak hogy már ezt is elfelejtettük, és helyette folytatunk egy másik vitát. Semmilyen vitának nem jutunk a mélyére, és semmiről nem fogalmazunk meg érdemi állítást, és a politika sokkal rosszabb ebből a szempontból, mint 2010-ben volt, hogy egy ilyen csapatsport lett, ahol emberek drukkolnak a saját csapatuknak, és semmilyen konkrét közpolitika nem érdekli már őket.
Most ugye a női bántalmazás a favorit téma, körülbelül valószínűleg egy hétig, vagy így talán van. Két hétig, és aztán várjuk a következő favorit témát. De teljesen egyetértek egyébként ezzel a kritikával, hogy itt a gyermekvédelem ügye, és ha most ön mond valami nagyot is a gyermekvédelemmel kapcsolatban, és valaki azt kiírja egy címoldalra, egy címként, hogy Ungár Péter kettős pont, ez és ez van a gyermekvédelemmel, ezzel nem kattintanak rá az emberek, mert már nem ez tovább léptünk. Igen, de ugye hát azért mégiscsak van egy intézményrendszer, ahol több ezer magyar gyerek van. Mondok egy példát, ami szerintem meg kéne. Két dolog. Csak hogy beszéljünk ebben, tényleg nem lesz hosszú idő, érdemi dologban a gyermekvédelem részéről. Szerintem probléma, hogy az okos telefonját nem veheti el a gyereknek nevelési célzattal a nevelő a gyermekvédelmi intézménybe. Például. Lehet erről vitatkozni, ehhez ugye kell valamilyen törvény vagy rendeletmódosítás. A másik, hogy ami a legnagyobb probléma, gyermekek elleni bántalmazások jelentős része nem intézményekben történik, hanem a családokban. Ahonnan utána kiemeli az intézményrendszer a gyermeket, de hogyha nincs egy nagyon-nagyon durva jogi procedúra, akkor az intézményrendszer nem veheti el a szülőtől a jogot, hogy látogathassa a gyermeket. Mit jelent ez a valóságban, ha az ember beszél XY gyermekvédelmi intézményrendszer vezetővel? Azt jelenti, hogy az ember, aki abuzálta, verte, éheztette a gyerekét, bár felügyelettel, de továbbra is meg kell hagyni azt a heti egy órát, hogy a gyerekkel időt töltsön, ahol újra meg újra traumatizálódik ez a gyermek. Tehát meg kell adni az intézményrendszernek azt a lehetőséget, hogy ezt el tudja vágni. Ezek olyan javaslatok, amik szerintem amúgy nagyon sokan kritizálnák ezt, hogyha lenne erről egy vita, mert az a probléma, hogy a szülők jogai hogy érvényesülnek ebben, az egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem jobb volt a klasszikus, konzervatívabb rendszer, hogy a gyerek jogait nézzük, ne a szülő jogait, de ez egy nagyon fontos politikai vita ebben. Megyek tovább, mert még itt az LMP-vel kapcsolatban van kérdés, méghozzá az, hogy miért létezik még az LMP. A felmérésekben 2-3%-ra mérik az LMP-t, és látszólag minden más párt átvette a zöld párt identitást. Miért létezik? Szerintem most az Európa Parlament és önkormányzati választáson nagyon unikális, egyedülálló állításunk van. Tehát miről beszél mindenki? Mind a két választáson arról beszél, hogy vagy meg kell állítani Brüsszelt, vagy le kell váltani Orbán Viktort. Mit mondott most Dobrev Klára, amikor bejelentette a DK és Társai Szövetséget az EP választásra, hogy ez a kormányváltásnak a szövetsége. Szeretném jelezni azt az objektív tényt, amit egyedül most mi mondunk ki, hogy Európa Parlamenti képviselőket választunk, önkormányzati képviselőket, polgármestereket. Ha ebből egy darabot nem nyer a Fidesz június 9-én, akkor is Orbán Viktor marad a miniszterelnök. Nem a kormányváltás a tétje ennek az egész választásnak. A másik oldalról pedig Brüsszelt nem lehet megállítani, hiszen a Fidesz valamelyik szélsőboldali frakcióban, de nem fogja tudni egymaga felborítani az Európai Parlamentnek az egyensúlyát, és valószínűleg ugyanaz a dílelgetés megy, amiben eddig Orbán Viktor amúgy pontosan részt vett. Tehát mind a kettő egy olyan dolgot állít a magyar választópolgároknak a legegyszerűbb kérdésről, hogy mi a tétje ennek a választásnak, ami hazugság. Egyedül mi nem. Mi mit mondunk, hogy válasszák meg Vitézi Dávidot Budapest főpolgármesterének, nem azért, mert akkor Brüsszelben ez történik, vagy Gyurcsány Ferenc ezt csinálja, hanem mert Vitézi Dávid jó főpolgármester lesz, és jobb lesz a közlekedés, és jobb lesz a város kulturális élete, és lesznek szociálpolitikai innovációk. Ezért. Mert Szolnokon az az állításunk, hogy a Szapári utca legyen sétáló utca. Tehát mi vagyunk az egyetlenek, akik a választásnak a tétjét ott határozzuk meg, ami a valóság. Ez amúgy nagyon felháborít engem, mert ennek nem kéne ilyennek lennie. És most még rosszabb, mint az előző volt. Hát az előző LP kampányban is, már bocsánat, de olyan dolgokat állítottak a vetétársaink, amik nem igazak. De Momentum azt mondta, hogy el kell költeni, hogy kórházakra és iskolákra kell költeni az EU-s pénzt. Az EU-s pénzek elköltésének a módját jelentős többségben a tagállami kormányok határozzák meg. Nagyon érdekes vitákat lehet folytatni, de ez is egy tény. Mit mond most Donát Anna, hogy Európai Gyermekvédelmi Hatóság kell, a gyermekvédelem tagállami hatáskör. Ez is egy tény. És közben pedig a Fidesz meg, mondom, azt állítja, hogy önmaga meg fogja tudni változtatni az európai politikának az irányzékát, ami pedig nem így van.
De hogy miért létezik az LMP? Azt így is feltehetnénk ezt a kérdést, hogy egyébként mi az LMP? LMP Ungár Péter? Mert hogy én egyébként a környezetemben sokaktól hallottam azt, hogy kifejezetten Ungár Péterre még szavaznék is. De ilyet nem nagyon hallok, hogy az LMP, hogy az LMP azt mondta, az LMP-re szavaznánk, az LMP-nek ez a programja, hanem gyakran, amikor azt mondjuk, hogy LMP, vagy legalábbis én ezt tapasztalom a környezetemben, akkor az ön szavait idézik esetleg, az ön nyilatkozatából idéznek, vagy azt, amit ön gondol. Tehát ön tartja életben ezt a pártot? Hát szerintem ez részben nem igaz. És egyszerűen az történt minden párttal, hogy annyira személyek felé ment el a politika, hogy nagyon nehéz sok politikusnak megjelenni egy párton belül. Most mondok egy példát, Komáromba lett egy szörnyű baleset az akkumulátor gyárba, amely súlyos emberi sérüléseket jelentett. Az LMP elnökségi társam Krejtler Sos Máté volt először ott a helyszínen, ma Csárdi Antal van ott a helyszínen. Ez egy olyan dolog, ami szerintünk megmutatja azt, hogy Magyarországon nincsen rendes munkavédelem az akkumulátorgyártás területén, de csak azért ezt mondom, mert az akkumulátorgyártás kérdésében nem igaz, hogy csak én beszéltem. Tehát arról, hogy ezzel mi a problémánk az akkumulátorgyarmatosítással, az egész pártban mindenki beszél. Vannak olyan ideológiai kérdések, amiről inkább én beszélek, mert én vagyok ideológiai típus. Mi is beszéltünk más LMP-s politikussal egyébként pont az akkumulátor ügyben, hogy ezt meg tudom erősíteni, de például azok a személyek, akiket sikerült most így egy picit, ha így fogalmaznám meg, hogy az LMP-nek a közelébe hozni, akár Hak Péterre, ha gondolok, akit ugye köztársasági elnök jelöltnek jelöltek, illetve most Vitézi Dávid, aki akár főpolgármester is lehet, hogyha minden jól alakul. Ez minek köszönhető, az LMP politikájának, vagy az ön személyének? Hak Péterrel nem találkoztam a köztársasági elnök jelöltre való felkérésig. Azért kértem föl, meg azért döntött a párt úgy, hogy felkérje, mert egy nagyon, tehát a közéleti megnyilvánulásai nagyon szimpatikusak. És jó, hogy felhoztam, mert erről egy mondatot csak beszélnék, tehát Hak Péter, amiket mondott, szerintem nagyon jó, hogy volt. Én nagyon jó döntésnek tartom visszamenőleg, hogy ez a felkérés megszületett. Ma fogok amúgy vele találkozni pont, és nagyon köszönöm innen is, hogy elfogadta. Szerintem szégyenteljes, hogy a többiek nem írták alá a többi ellenzéki párt. Tehát azért, ha lett volna ott, mert mi történik, ha aláírják? Vagy akár a Fidesz? Tehát, hogy egyszer nem volt meg a 40 aláírás. És tudja, még azt gondolom, hogy meg kellett volna a 40 aláírást adni Csat Magdolnának is, a Mi Hazánk jelöltjének. Egyszerűen a színvonalát és a emelte volna a köztársasági elnök választásnak, ha Súlyog Tamás beszéde után van még kettő másik beszéd, ahol el lehet mondani, például én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy dr. Hak Péter mit mond a magyar alkotmányosságról ott, mégiscsak ehhez nagyon ért, tanszékvezető egyetemi tanár, és egy alkotmányos válsághelyzetben voltunk a kegyelmi ügy után, és érdekelt volna, hogy mit mond Csat Magdolna. És hogy ehelyett éppen aznap bojkottálták a kollégák, hát erre nem tudok mit mondani, és csak egy dolgot idézzünk vissza, miért bojkottálták? Még nem, kíváncsi vagyok a szerkesztő azt, hogy emlékszik-e, hogy mi volt az indokuk, hogy miért bojkottáltak. Meg közvetlen. Na, hát akkor ön meg én, mi tartozunk a két magyar választópolgárba, a háromból, aki erre emlékszik. Azóta elhangzott egyszer tőlük, hogy közvetlen elnökválasztás kell? Nem. Egyszer nem hangzott el azóta, egy DK-s vagy MSZP-s vagy párbeszédes politikus nem mondta azóta, hogy közvetlen elnökválasztás kell. Ezt arra az egy napra kitalálták, volt egy szelektív bojkott, ami úgy működött, hogy hétfő reggel még napi rendelőt tisztek, és akkor este kivonultak erről a szavazásról. Vicc. Na de akkor még itt lesz időnk egy kicsit a gyermekvédelemmel is foglalkozni, ugyanis a másik, egy másik hallgató azt kérdezi, hogy Ungár Péter K. Endre ügyében tett feljelentéséről mit lehet most tudni, hol tart a folyamat? Azt válaszolta a BRFK, hogy egy másik magánszemély megelőzött a feljelentést tételbe időben, ami hát a téridő komplexumból adódó kérdéseket vett fel, ugyanis én ezt másnap tettem meg, vagy éjjel még megtette, mindegy,
ez nem az én dolgom, amiből még nem történt meg a tanúkihallgatás, de elindult valamilyen eljárás. De ezt azért idézzük vissza, hogy pontosan miért is tett feljelentést. Ugye K. Endre az RTL Klub felvételei szerint azokat a bicskei áldozatokat arra próbálta befolyásolni, hogy vagy nem derült ki a szövegből, hogy vagy a nyilvánosságban, vagy egy bírósági eljárásban, hogy jó színbe tüntessék fel. És ezt megelőzték a feljelentésben? Megelőztek engem, így van. Tehát akkor nem is tudtunk semmit erről, hogy az a feljelentés hol tart, mert azt nem tudjuk, hogy ki az, aki ezt tette? Nem. Azt nem árulták el nekem. Jó, akkor menjünk tovább. 2021-ben Karácsony Gergelyt az egész ország irányítására alkalmasnak látták. Mi az oka, hogy 2024-ben még a budapestieknek sem őt javasolják? Hát azóta elütött egy villamos. 2021-ben, amikor elindult Karácsony Gergely előválasztási kampánya, én az elején nagyon lelkes voltam, ugyanis azt mondta Karácsony Gergely, általában ilyenkor az isztambuli polgármesternek a példáját mondta, aki az Erdogan rendszerben tudott nyerni, hogy ő egy olyan kampányt szeretne, ahol nem ejti ki Orbán Viktor nevét, és visszatérve ahhoz, amit mondtam, hogy vannak jó viták, meg rossz viták, nem személyeskedni akar, egy szeretett kampányt akar csinálni, és csak pozitív üzeneteket mondani. És nekem ez nagyon szimpatikus volt, és azt gondoltam, hogy ráfér az országra egy ilyen politikai alternatíva. Két dolog történt. Az egyikben nem egyedül Karácsony Gergely hibája, hogy így történt, tehát nem szeretném azt mondani, hogy ez csak az ő hibája. Elkezdett egy ilyen verseny, nem tudom, ki emlékszik még rá a hallgatók közül, elindulni az ellenzéken belül, hogy ki tud erősebbet mondani. Ugye volt a feles alkotmányozás, ha már említettük Hak Pétert, valaki olvass el, amit erről mondott Hak Péter, minden részében igaza van, tehát ahogy végigmegy precízen, hogy akkor majd le kell tartóztatni a legfőbb ügyészt, teljes agyrém. Elkezdődött a feles alkotmányozás, Fekete Győr András bemondta, hogy valami magángép stop lesz, tehát elindult egy ilyen hőzöngő dolog, és a Karácsony Gergely idő után belekerült ebbe. Tehát volt ez az egyik politikai típusú probléma. Másik. Másodikként végzett az első fordulóban, majd visszalépett a harmadik javára. Tehát ez, ha már a politika szabályairól beszélt szerkesztesz, hogy a politikában ilyen nagyon-nagyon nagy indokkal van, és ezt az indokot nem kaptuk meg azóta, és engem meg azokat, akik akkor hittek benne, külön megsértett azzal, amikor azt mondta, hogy a gyermek röplabda mérkőzésére gondolt, amikor a miniszterelnök jelölti vitán beszélt éppen, meg azt mondta, hogy a zöld gondolatnak nem lesz Magyarországon társadalmi többsége. Onnan is látszik, hogy komolyan gondolta, hogy nem lesz a zöld gondolatnak társadalmi többsége, hogy most a DK lista 7. helyére ment föl a pártjával. Tudni nem tudjuk, de sejti, hogy mi lehetett-e mögött, a visszalépés mögött? Sejtem, hogy érezte azt, valószínűleg jól, hogy a közeg elkezdte Márki-Zay Pétert egy messiásnak tartani, és hogy ez egy irracionális reakciója az ellenzéknek, és nem lehet ezzel mit csinálni, és hát akkor úgy volt vele, hogy akkor nem áll ellen, de szerintem ellen kellett volna állnia. Akkor harmadik lesz, és mi történik? Semmi. Ugye egyesek szerint itt az volt a cél, hogy ne Dobrev Klára jöjjön ki ebből a... De hát most meg egy listát állított Dobrev Klárával, hát Dobrev Klárával együtt hirdetik, hogy ők a kormányváltó összefogás. Hát ha neki olyan nagy morális problémát okozott Dobrev Klára, akkor most hogy van vele közös listája? Mert más pártnak sem okoz olyan nagy problémát. Tehát a Momentumnak is morális problémát okoz, holott vannak bizonyos kerületek, ahol együtt indulnak. Momentum mindenhol megegyezett demokratikus koalícióval úgy okoz morális problémát. Közös főpolgármester jelöltük van, de én szerintem itt csak hogy mi a Karácsony Gergellyel, ez egy politikai probléma, amit beszéltünk. De a másik. Én azt továbbra is tartom, hogy Karácsony Gergely alkalmasabb országos politikusnak, mint budapesti politikusnak. Tehát Karácsony Gergelyt nem érdekli a fővárosi politika. Ez nem probléma. Én is egy országos politikai érdeklődésű ember vagyok, ebben nagyon hasonlítunk egymásra, csak akkor nem kell főpolgármesternek indulni. Tehát Vitézi Dávid azzal kell, hogy jobb a közlekedés más városba, és azzal fekszik, hogy Prágában hány kuka van. Karácsony Gergelyt ezek a dolgok nem érdeklik. De reális esélyt lát arra, hogy Vitézi Dávid győztesen jöjjön ki? Igen. És akkor ez hogy fog működni, hogyha ő megnyeri a főpolgármesteri széket, akkor mint az LMP színeiben teszi majd mindezt? Vagy az LMP mint támogató? LMP jelölt is, tehát egy civil szervezet és az LMP közös jelöltje. Tehát LMP a szavazó lapon úgy lesz, hogy Vitézi Dávid zárójel, az egyesület neve, kötőjel LMP. Tehát LMP jelöltként is nyer.
meg hát ugye nagyon fontos, és szeretném erre kérni a hallgatókat, hogy egy fővárosi listás választás is van egy időben, ahol Vitézi Dávid vezeti a szervezet és az LMP közös listáját. Tehát tud egyszerre szavazni Vitézi Dávidra, mint főpolgármestere, és utána Vitézi Dávid vezette fővárosi listára, és ez azért nagyon fontos, mert akkor tud jól működni, hogyha egy főpolgármesternek minél nagyobb közgyűlési bázisa van, aki az ő elképzeléseit tudja támogatni. Szóval visszatérve, szerintem reális esély van. Én azt látom, hogy Karácsony Gergely országos politikát folytat, és azt látom, hogy Szentkirályi Alexandra pedig nem mond semmit a városról, csak gyurcsányozik. És csinálja ezeket a videókat Karácsony Gergely ígéreteiről, de most ezek egy részben igazak, a részben pedig nem mondja el, hogy a kormány ezekhez hogy viszonyult, de hát a legnagyobb probléma Szentkirályi Alexandrával nagyon egyszerű, és nem akarom őt személybe bántani. Vitézi Dávid, amikor bejelentkezett, mint főpolgármester jelölt, kihívta a jelölteket vitára. Erre az volt Szentkirályi Alexandra válasza, hogy Gyurcsány Ferenc. Na most én szerintem hallgatják jobboldaliak ezt az adást, én azt szeretném nekik mondani, hogy ők is megérdemlik azt, hogy ki érdemli meg az ő bizalmukat, az egy vitán dőljön el, ahol ütköztetik az elképzeléseiket, meg a kompetencia szintjüket. Hogy tudja Szentkirályi Alexandra elmagyarázni, hogy nem áll ki egy ilyen vitára? Visszatérve még itt Vitézi Dávidra és az LMP-re, hogyan összeegyeztethető Vitézi Dávid személye az LMP-vel? Ugye sokan felvetik azt, hogy az LMP mint zöld párt hogyan tud beállni egy olyan jelölt mellé, aki nem mindenben végül is zöld. Zöldítenek rajta? Először is ez a jelölt mögé beállásnak Magyarországon egy teljesen más gondolata van, mint Európában rengeteg helyen. Amikor a Partizánban voltam, akkor azt a kérdést kaptam meg Hak Péterről, hogy jelölheti az LMP köztársaság elnöknek valakit, akivel például nekem véleménykülönbségem van társadalmi kérdésekben. Azt hiszem, talán nem tudom. Házasság, abortusz. Valami ilyesmi volt, mindegy. Tehát köztársasági elnöknek jelöltük. Nem annak jelöltük, hogy legyen a pártnak a helyettem az új elnöke. Tehát nincs 100%-os egyetértési kötelezettség. A köztársasági elnök jelölés lényeg, hogy az alkotmányosságról ugyanazt gondoljuk-e, mert az alkotmányosság őre és a nemzet egységének a kifejezéséről szól. A főpolgármestert nem kell, hogy velünk egyetértsen Paks kérdésében, minden társadalmi kérdésben is, az összes külpolitikai kérdésben, a miniszterelnök jelöltnek kell abban egyetértenie, várospolitikai kérdésekben kell, hogy egyetértsen velünk. És várospolitikai kérdésekben 90%-ban egyezés van, még ott sincs 100%-ban egyezés. Hát ezt hallom a médiában, hogy tudunk támogatni valakit, akivel a déli körvasútban van véleménykülönbségünk. Tehát az a normális. Hát nincs két ember a világon, akinek 100% egyezése van. Úgy gondoljuk, hogy a nagy többségben egyezés van, és ez elegendő. Na, hát érkezett legalább három kérdésünk itt Magyar Péterrel kapcsolatban, úgyhogy át kell, hogy evezzünk erre a témára is, hogy még beleférjünk az időbe. Mi a véleménye a Magyar Péter szervezkedéseiről? A nagymamám szerint szombaton megbukik a Fidesz kormány Magyar Péter miatt. Kezdjük az elejével. Én egyetértek Magyar Péterrel abban, hogy ő az ellenzék elleni érzelemnek a válságtünete. Ugye ő mondta magáról azt, hogy én egy válságtünet vagyok, hogy ekkora politikai befolyásra tudott szertenni. Ez szerintem egy nagyon önkritikus és helyes meglátás. Egyszerűen az embereknek elegük van az ellenzéknek egy jelentős részéből. Én nekik azt szeretném mondani, hogy csöndesebben, meg picit kisebben, de mi is próbálunk mást mondani, mint az ellenzéki pártok jelentős része, és mi is próbálunk tanulni abból, hogy miért jogosan ilyen frusztráltak az ellenzéki pártokkal. Tehát ez az egyik. A másik. Tehát én nem tudom még, hogy viszonyuljak hozzá, mert nem tudom, melyik választáson is hogy indul. Állítólag június 9-én indul a választáson, a tegnapi posztjából én erre következtetek, gondolom szerkesztőasszony is erre következtet belőle, csak nem tudom melyiken, és nem tudom hogyha ezt ő eldönti, akkor fog tudni hozzá politikai viszonyulni, de a hallgató nagymamájának lenne egy üzenetem. Tehát azt mondanám neki, hogy asszonyom, nem fog szombaton megbukni a kormány, súlyos válságban van a Fidesz, megérdemli ezt a súlyos válságot, de nem fog szombaton megbukni, sőt, hogyha június 9-én egy mandátumot nyer, akkor se fog megbukni.
még mi fiatalok voltunk, nem akarom magammal egy idősnek beállítani, biztos fiatalabb nálam, de 2004-ben volt az első EP választás. 20 éve. Ezt én is csak politikatörténeti tudásból tudom. 2004-ben a Fidesz megnyerte az EP választást, jelentősen megnyerte. Úgy, hogy szocialista kormány volt, MSZP-SZDSZ kormány volt. 2006-ban az MSZP-SZDSZ nyert újra. Az EP választáson egyszerűen nem lehet leváltani egy kormányt. Lehet mélyütést bevinni, lehet dolgokat elérni, de nem lehet kormányt váltani. És az önkormányzatin sem lehet. És ezt ebben érdemes őszintének lenni. Tehát én azt tudom mondani, talán a 95 tétel a Luthernek a végén van ez, hogy nem lehet hamis reményt árulni, és aki hamis reményt árul, az aztán most nem akarom pontosan idézni, mert nem fogom tudni, de a 95 tétel végén van erről szó. Tehát én ezt egy politikai búcsúcédulának látom, azt állítani, hogy szombaton meg fog bukni a kormány. Amúgy már azt állítottuk, hogy csütörtökön megbukott, ha jól tudom, meg kedden. De az, hogy egyáltalán felép egy ilyen messiás-szerű figura, akár Márki-Zay Péterre is visszautalhatunk, illetve most itt van a Magyar Péter jelenség, ez miért van benne most jelenleg a magyar politikában, közéletben, hogy kell egy messiás, kell egy megmentő, kell valaki, aki hoz egy új fényt, egy kicsit más, és akkor majd őt követjük? Szerintem ez nem magyar sajátosság. Ez mindenhol van Európában szinte, hogy jönnek ilyen új politikai sztárok, akik megváltoztatják a teljes politikai rendszert. Emmanuel Macron egy teljesen ismeretlen párttal, párton kívüliként meg tudta hódítani a teljes francia rendszert. Rengeteg ilyen példát tudok mondani. Egyszerűen ilyen a közösségi média által vezérelt politika. És Magyar Péter még nagyon sok mindenben nagyon képességes. Például? Ő képességes a közösségi média használatában. Nagyon képességes. Jól beszél, szerintem jó kommunikációs képessége van. Igen, ezeket. Felépített jelenségnek látja egyébként Magyar Péternek ez az elmúlt hetekben létrejövő akár posztokat, akár beszédeket. Végig tehát mennyire felépített végig gondoltnak ez? Látom. És azt gondolom, hogy nem tudom, hogy a június, mondom, melyik választáson hogy akar elindulni, de végig gondoltnak látom, amit csinál, igen. És komoly esélyei lennének, hogyha most valamilyen módon el tudna indulni? Én azt gondolom, hogy azok, akiknek szimpatikus az LMP vagy én, nem látom, hogy mi ugyanazon a pályán lennénk ebből a szempontból. Én soha nem ígértem kormányváltást. Ő azt mondja, hogy előrehozott választások kellenek, hogy szombaton meg fog bukni a kormány, hogy a kormánynak azonnal meg kell buknia. Ezt Jakab Péter, Dobrev Klára, néha-néha Donát Anna ígéri. Tehát szerintem ez velük a velük szembeni kritika. Ez az egyik. A másik, hogy nézze, az én főpolgármester jelöltem, a mi főpolgármester jelöltünk államtitkár volt. Én nem fogom azt mondani, hogy azért, mert ő a Fideszben betöltött pozíciót Magyar Péter attól ő nem gondolhat mást. Csak nem tudom, hogy miben gondol mást, és miben nem. Tehát Vitézi Dávid el tudja mondani, hogy milyen olyan dolgok történtek akár közlekedés politika területén az Orbán kormányon, mert ő egyet ért a mai napig. Mondjuk déli körvasú. De az ő vitáit már régebben is láttuk. De hogy azt tudjuk, hogy ott vannak ilyen egyetértő, tehát megint visszatérünk erre a százalékos arányra, hogy szerintem többségével már nem ért egyet, de van, most mondok valamit, 40%, amivel egyetért. Magyar Péterben mi az, amit már nem ért egyet, és most nem a korrupcióról beszélek, meg nem a morális kérdésekről, hanem a politikai kérdésekről. Milyen politikai állításokkal nem ért egyet, és milyenekkel ért egyet. Mi a véleménye? Az egész, ha jól értem, a NATO tehát a NATO-hoz, EU-hoz való viszonyban van egy, azt hiszem, azt már elmondta, van egy vitája, az rendben van. De miben van még, vagy miben ért egyet? Még én is tudok dolgokat mondani, miben egyet értek. Azt mondta, hogy a Fidesz válságban van, ez a válság minek köszönhető? Még mindig a kegyelmi botránynak, amiről ugye most egyre kevesebb szó esik, vagy Magyar Péternek köszönhető ez a válság? Vagy ez az egymás után következő két jelenség az, ami válságba tolta a Fideszt? Szerintem a Fidesz tehát szerintem itt két dolog van. Az egyik, hogy
azok a fideszesek, akik az én generációmba tartoznak, és mondjuk Vitézi Dávid vagy Magyar Péter generációjába, hogy egy kicsit kinyissam, mert egy picit idősebbek, ott nagyon sok olyan ember van a rendszerben, akik életükben nem voltak ellenzékben, akik soha nem voltak egy kis pártban, akiknek soha nem kellett a politikájában megküzdeni semmiért, és pozíciókat kaptak. És ezért nem volt politikai félelemérzetük, nem voltak megedzve a politikába, és ezek az emberek rendkívül rosszul működnek. Ez látszik. Ez az egyik válaszom erre. Orbán Viktor, Kövér László, napestig tudom sorolni, mert nem értek velük egyet, voltak kispártba, voltak ellenzékbe, vesztettek választást, nyertek választást, hát ők látták a dolgot minden szempontból. Novák Katalin meg Varga Judit soha. Mikor vesztett választást Novák Katalin? Soha. Egy egyéni kampányt nem vesztett el. Hát mikor? Tehát nem, olyan embereknek került a kezébe rengeteg hatalom, akik nem a politikai meccsekben kerültek előre, hanem egy belső, számunkra átláthatatlan struktúrán fölmásztak a zuborkafán, és ez bosszulta meg magát szerintem. Ez az ilyen kicsit elemzői megállapításom. A másik, hogy és most vegyük le azt, hogy Magyar Péter és Varga Judit között mi történt, és hogy Novák Katalin kegyelmi ügyében mi történt, és Balogh Zoltán. Most vegyük le. Mit látunk? Kirakják a folyamatosan a fideszesek ezeket a képeket arról, hogy milyen tökéletes családban élnek, hogy a család milyen fontos. Én tudom ebben a rádióban, hogy olyan emberek dolgoznak, meg olyan emberek hallgatják jelentős részt, akik egyetértenek ezekbe velük, és ez egy teljesen jó dolog. De hát látják ezek az emberek is, hogy ez csak egy vakolat, leomlott a vakolat. Hát mögötte mik vannak? Milyen szeretettelenségek, milyen bántások, milyen hazugságok vannak mögötte. És az, hogy a Fidesznek ez az álszentsége így kiderül, ez szerintem egy súlyos probléma. De ugye ezt mondják, hogy a politikában kell a vérfrissítés, ugye be kell hozni, akár fiataloknak is kell lehetőséget adni, és hát vannak olyan régebbi figurák, akik meg elfáradtak már, akár a magyar nyilvánosságban, lejárt az idejük, mondhatjuk ezt is. Hogy lehet ezt akkor úgy megcsinálni, ezt a vérfrissítést, hogy közben ne legyen ez a probléma, amit ön most itt felvázolt. Tehát, hogy kipróbálatlan emberek kerülnek olyan pozíciókba. Aztán nincs annyi régi motoros. Hát csak, hogy most valami pozitívat is mondjak Szentkirály Alexandráról. Szentkirály Alexandrá egy nagyon helyzetben legalább elindul egy választáson. Éppen. Tehát, ha nem lép vissza. Akkor is elindult. Akkor is legalább részt vesz egy kampányban. Mondom, Novák Katalin és Varga Judit nem indult el választáson. Hát nem, de, és most ebből a szempontból azért mondom az egyénit, vagy egy önkormányzati körzetet. Hát én aztán elég sok egyéni választást vesztettem el, meg vettem részt. Hát tudom, hogy nekem mekkora tanutás volt az élettől 2018-ban, amikor Varga Mihályjal szemben indultam. Hát, vagy a szombathelyi előválasztás. Hát ezekből lesznek a politikusok. Nem lehet megsporolni ezeket a köröket, igen, azt mondja. Jó, hát muszáj lesz egy picit még a magyar Varga témáról is beszélnünk. A következő kérdés így hangzik: a magyar Varga veszekedés és üzengetésben azt látjuk, hogy az ország fele azt hiszi, hogy Magyar Péter verte Varga Juditot, a másik fele szerint viszont ez fordítva történt. Hogyan lehet a családon belüli erőszakot visszaszorítani, hogyha még egy többszörösen megfigyelt családba se tudjuk eldönteni, hogy mi történt? Hát a kérdésben megfogalmazott állítás abban tökéletesen igaza van, hogy az, hogy a Fidesz azzal védekezik, hogy de 10 éve tudjuk, hogy bántalmazza a feleségét, az inkább egy nagyon súlyos szegénységi bizonyítvány, mint egy védekezés. Tehát ha 10 éve tudják, mi nem csináltak valamit. És azt szeretném mondani, hogy a dolgok lehetnek egyszerre igazak, és ennek a képességét vesztettük el. Lehet egyszerre igaz, amit Varga Judit állít arról, hogy Magyar Péter hogy viselkedett, lehet egyszerre az is igaz, hogy ezeket az igaz állításokat politikailag használja ki a Fidesz kommunikációja, emellett pedig az is igaz, hogy Rogán Antal belenyúlt a sádlaktákba. Tehát ez a 3 dolog lehet egyszerre igaz. Nem kell csomagba megvenni. Ez az, ami nem hangzik el sajnos a magyar nyilvánosságba. Hogy ezek a dolgok, sokszor ellentmondó dolgok is egyszerre tudnak igazak lenni, nem kell választani
egy házat ebben. És lát arra esélyt, hogy például a családon belüli erőszakról több szó essen, vagy akár még politikai cselekvés is történjen ezzel kapcsolatban a közeljövőben? Ugye van ez az isztambuli egyezmény kérdés. Igen. Na most mi támogatjuk az isztambuli egyezmény ratifikálását, megértem az ellenérveket, hogy miért nem támogatják. Nem az isztambuli egyezmény, hanem pénz kell ebbe a rendszerbe is. Ugye itt egy olyan ember, egy miniszter beszél arról, hogy neki milyen hihetetlen lelki erő kellett, hogy egy ilyen kapcsolatból kijöjjön, és bejön az autóba, és eljön a három gyerek mellett. De ő anyagilag megengedhette magában. Mi van azokkal az emberekkel, akik ilyen kapcsolatokban élnek, és nem tud bemenni és elmenni? Mert egyszerűen az az ingatlan, vagy az a bérlemény az egyetlen helye, ahol fedél van a feje fölött. Itt ez a társadalmi probléma ebben. Velük mit csinálunk? És abba pénz kell, hogy az ellátórendszer megnőjön, és visszatérünk a nünükémhez, hiába építünk 75 darab új intézményt, hát kell, aki dolgozzon benne, tehát meg kell emelni a szociális szektor béreit. Mit gondol Osváth Zsolt botrányáról? Valójában lehet hűséges egy homoszexuális ember? Nem tudom, hogy a két kérdés hogyan függ össze, talán kezdjük Osváth Zsolttal. Ugye ő volt az egyik influencer, aki ezt a nagy tüntetést szervezte, ott volt a szervezők között, 150 ezeren vettek részt azon a gyermekvédelmi tüntetésen. Ahogy láttam, azóta több nyilatkozatot adott, nem terveznek hasonlót, vagy a következő időszakban hasonló rendezvényt, viszont utána róla kijönni bizonyos sztorik, történetek, amelyek arról szóltak, hogy ő egy milyen ember, és gondolom, hogy erre kérdez rá a hallgató, erre a botrányra, mit szól ehhez. Tehát Osváth Zsolt, először is a tüntetés, az az influencer tüntetés fontos volt, mert a gyermekvédelem ügyére hívta fel a figyelmet. És visszatérünk a beszélgetés elejére, hogy nagyon szomorú, hogy annak a gyermekvédelemnek az ügye most már lekerült a napirendről. Én nem ismerem ezeket a történeteket, nem tudom, mi ebben az igazság, szerintem nem jó másnak a magánéletébe turkálni. Engem őszintén nem érdekel, hogy Osváth Zsoltnak milyen a magánélete, vagy milyen szexuális életet él, mindenkinek a magánélethez joga van, és ezt várnám el magammal kapcsolatban is, és az egész számomra az irányos, hogy neki milyen magánélete van. Tehát nem találja ezt egy ilyen politikai fegyvernek, hogy most megtörtént ez a tüntetés, és akkor utána találtak valamit, valakit, persze, akit ellene, aztán ellene elterve. Politikai szándékban lett ez fölépítve, csak azt mondom, hogy neki joga van, tehát ő egy magyar állampolgár, neki joga van a magánéletnek a szentségéhez, hogy a magánéletében azt csináljon a BTK keretei között, amit szeretne. De hát ugye itt pont ez a kérdés, hogy a BTK kereteibe belefér. Meg kell tenni ellene a feljelentést. Tehát ezekkel meg nem lehet. Tehát azt ne kezdjük el, ami nyugaton történik, hogy ilyen állításokat fogalmazunk meg emberekkel szemben mindenféle valós bizonyíték nélkül, akik utána három év múlva hiába nyerik meg a pert, addigra már le lettek járatva. Tehát, hogyha azt gondolja valaki, hogy ő büntető, tehát BTK-s dolgot csinált, tegyen feljelentést, de ezt a mismásolást, meg utalgatás, ez rendkívül veszélyes. És ez arra is veszélyes, hogy a valós ügyekben, amik nem politikai szándékkal jönnek ki, ott nem az embereknek már kevésbé lesz erős a figyelmük. Hogyan tudja értelmezni itt a kérdés második felét, hogy valójában lehet hűséges egy homoszexuális ember? Persze, hogy lehet. Megvan erre a lehetőség. Ha nem probléma, akkor még egy picit külpolitikáznánk. Jó. Ez már itt az én saját kérdésem egyébként, amit én még így kicsit hiányosnak éreztem a sok belpolitika iránt, vagy után, hogy az orosz-ukrán háború, ami kitört itt a szomszédunkban, ugye, hát egyébként úgy éreztem itt a beszélgetés során is, több olyan téma volt, ahonnan rákanyarodhattunk volna erre a konfliktusra is, mert lett volna rá alkalom. Hogyan látja Magyarországnak a hozzáállását egyébként ehhez a konfliktushoz? Miben tud ezzel egyetérteni, és mi az, amiben kritizálja ezt? Én itt is egymással látszólag ellentmondó dolgokat kell egyszerre igaznak gondolnunk ahhoz, hogy a helyzet valóságához szerintem eljussunk. Áll szent a nyugat Ukrajna kérdésében? Igen. Tragikus dolog volt az orosz agresszió? Igen. A kettő lehet egyszerre igaz. Tehát az van, hogy egyszerűen Ukrajnának meg kell adni a saját sorsába való beleszólásnak az esélyt. Persze, nem vagyok naív, tudom, hogy a geopolitikában, főleg Kelet-Európa azon részén a szuverenitás mindig is egy
nehezen értelmezhető dolog volt, de legalább, hogy törekedni lehessen rá. Nekünk az a jó, hogyha az az ország létezik. Én akkor így mondom, hogy az eredeti Orbán Viktori állásponttal értek egyet. A magyar érdek az, hogy legyen egy ország Magyarország és Oroszország között. Ez nekünk a primér nemzeti érdekünk. Most hogyan látja, milyen irányba zajlanak a folyamatok? Nem az ukránok irányába. Nem az ukránok irányába. Eleve amúgy szeretném csak, hogy árnyaljuk. Tehát amikor februárban elindult a háború, akkor mindenki, a nemzetközi sajtó, az oroszok, én olvasok orosz nyelvű újságokat, amiket el tudok érni a szankciók ellenére is, ilyen VPN, egy ismerősen megmutatta, nagyon izgalmas dolog. Tehát az oroszok is azt mondták, hogy itt villámháború lesz, és hamar lezárják ezt a kérdést. Ahhoz képest az ukránok hősiesen küzdöttek, a nyugati segítséggel együtt is. Most úgy tűnik, hogy az oroszok irányába fordult át a történet. Szerintem abban is egyetértek a kormányzat állásponttal, hogy békekötés kell, de azt gondolom, hogy azt nem nekünk kell megmondani, hogy mi legyen ennek a békének a feltétele. Tehát mindenki dolva intenik ellenzékről és kormánypárti oldalról, hogyha azt mondják az ukránok, hogy ez a demarkációs vonal is eddig, akkor elkezdjünk így bele kibicelni, hogy nem, mert hogy miért adták föl, még nem tudom, Herszont. Tehát nem a mi nem dönthetjük el, hogy mások miért halnak meg. Ugye több nyugat-európai hatalom, ország attól tart, hogyha Oroszország megnyeri ezt a háborút, fogalmazzunk így, bár itt a nyereség-veszteség fogalmával én nem vagyok kibékülve, nem fogom tudni, hogy ez mit akar pontosan, de tegyük fel, hogy megnyeri Oroszország ezt a háborút, akkor a nemzetközi jogi rendszer olyan módon bomlik fel, amely az ő legitimitásukat is, vagy érdekeiket, befolyásukat is alássa, és bonyolult a mondat? Nem, azon nevetek, hogy én aztán egy, ahogy Kohá Mátyás mondta róla, egy vonalasan atlantista ember vagyok, de ha valamitől elindul egy ilyen agyrög az agyamba, meg fog szűnni a szabályokon alakuló világ. Nem volt 90 óta szabályokon alapuló külpolitikai berendezkedés, az Egyesült Államok sem szabályban alakuló külpolitikai berendezkedést csinált. Iraki háború, de tudok még ezer példát mondani. Vagy amikor Donald Trump ledobta Szíriába a Mother of All Bombs-t, és akkor azt, tehát hogy azért ez elég pár példát lehet mondani, hogy ez valójában nem így volt. Nem ez a tétje, hát ez egy álszentség. Ez egy ilyen dolog, amit mondanak. De nem erről szól a kérdés. Arról szól a kérdés, hogy mit gondolunk Oroszországról. Ez a valódi kérdés. És akkor, ha nem ez áll mögötte, a nyugat-európai reakciók mögött, amit most látunk Oroszországgal szemben, egy picit ilyen harciasabb hozzáállást, ugye most Macronra gondolok konkrétan, ha nem ez áll mögötte, hogy ettől tartanak, hogy ez a világrend bomlik fel, akkor mi áll mögötte? Hát Európa... Félelem Oroszországtól? Igen, de miből alakul ez a félelem? Hogy Európa nem tudja megvédeni önmagát. És az Egyesült Államok meg azt mondja, hogy nem fogom fenntartani az európai védelmet az amerikai adófizetők pénzén, ha nem fizetitek ki. Ami az ő szempontjukból egy logikus állítás. És erre kéne valamilyen választ adni. De hogy még egy dologba visszatérjünk, tehát itt ez a min alapuló világrend. Tehát ha lesz béke, azért Oroszország nagyon súlyos problémákkal küzd. A terror támadás, ami ez a szörnyű tragédia, ami Oroszországban történt, én elkezdtem nézni utána Oroszországban, mit mondanak. És csak azért, mert erről nincs Magyarországon szó, hogy elindult Putyinnal szemben egy rendkívül erős ellenzéki reakció, nem a háború ellenes, tehát nem a liberális, hanem a nacionalista ellenzék részéről. Ugye már ezt se szoktuk látni, hogy ott van egy Putyintól jobbrább, egy Putyintól nacionalistább része. És azt mondják, hogy annak a következménye ez a terrortámadás, hogy a Putyin alatt nagyon liberálisak voltak az orosz bevándorlási szabályok. Ez egy tény. Tehát ha megnézzük, milyen szabályokkal lehetett Tadzsikisztánból, Kirgizisztánból orosz állampolgárságot szerezni, vagy letelepedést, az egy rendkívül liberális szabályozás volt, és ezért a radikális iszlám ezekből a közép-ázsiai országokból be tudott férkőzni Oroszországba. Oroszországban nagyon súlyos nemzetiségi problémák vannak. Emlékezzünk vissza, mi volt a mahácskalai reptéren. Mi történik, mi a csecsenföldi helyzet, a dagesztáni helyzet. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy Oroszország bonyolult. Azért csinálták részben ezt a háborút, hogy a belső konfliktusaikat egy külső konfliktusba tudják belevinni. Szerintem ez hosszú távon nem lesz sikeres. És még egy dolog.
nagyon rossz véleményem van a Putyin rendszerről, én jártam ki sokat Oroszországban, nekem vannak orosz barátaim, én szerintem az oroszok megérdemlik ugyanazt a személyes szabadságot és jólétet, mint bárki más a világon, és ezért van rossz véleményem Putyin rendszerről. De van a régi zsidókhoz mondás az, hogy ritkán jön jobb. Tehát lehet, hogy most azt gondoljuk nyugaton, hogy milyen jó lesz, ha a Putyin megbukik, csak lehet, hogy rosszabb lesz. Kevés a valószínűsége, hogy balra tolódna el a kormányzás valószínűleg. De visszatérek még oda, hogy itt milyen retorika zajlik Nyugat-Európában a háborúval kapcsolatban, ami egyébként elég sokakat megriaszt. És ugye gyakran jönnek az emberhez olyan kérdésekkel, hogy hú, szerinted is háború lesz, ki fog törni a háború, most komolyan ezzel kell foglalkoznunk a következő években. Ön hogyan látja ezt, és hogyan áll magához ehhez a kérdéshez? Szerintem, amit Emmanuel Macron mondott, az szörnyű nagy hiba volt. Én nem is értem, hogy miért mondta, olvastam elemzéseket, hogy ennek valóban Afrikához van közel, de hát nem lehet ilyet mondani. Nem értem, miért mondta, súlyos hiba, nem lehet háború. Ezt a háborút be kell fejezni, és utána Európának fel kell építeni a saját védelmi rendszerét. Magunkat meg kell tudnunk védeni. De ennek nagy ára van. Igen. Adófizetők számára is nagy ára lesz, illetve nyilván katonákra is szükség lesz, tehát akkor itt a sorkatonáságnak a visszaállításáról is beszélnünk kell, gondolkodnunk kell? Én ehhez nem értek így a honvédelemhez. Ezt a vitát le kell folytatni, hogy milyen módon kell. Ugye van a sorkatonai szolgálatról az én szüleim generációjának, meg a picit idősebbeknek egy nagyon-nagyon rossz élményük, ami talán a Kádár rendszerhez kapcsolódik. Csak azért azt is tudnunk kell, hogy a sorkatonai szolgálatnak nem kell, hogy olyan szörnyű legyen, mint amilyen a Kádár rendszerben volt. Tehát biztos lehet azt is jobban csinálni. De én nem gondolom, hogy ez lenne a megoldás. De beszélni kell erről olyan emberekkel, akik értenek hozzá. Én egy dolgot tudok, hogy az, hogy Európa nem tudja megvédeni magát egy tarthatatlan helyzen, amin változtatni kell. És kell közös haderőfejlesztés, és legalább nekünk a régióba, akiknek nagyon hasonló geopolitikai érdekünk van, kell valami közös katonai együttmuszkás. Ha kitörne a háború, eljátszunk ezzel a gondolattal egyik hónapról a másikra, akkor bevonulnak katonának? Szerintem igen. Édesanyám azt szokta erre mondani, amikor mondom neki ezt. Ó, egy édesanyámnak ezt rendszeresen mondom, hogy be fogok vonulni, legutájára most az izraeli háborúban, mert édesapám mondta még azt a 73-as háborúban, hogy megy a bevonulni. Hát ő azt szokta mondani, hogy ne terheljük azzal a hadsereget, ezt mondta édesapámnak, és ezt mondja nekem, hogy még ránk kell vigyázni három katonának, tehát ő mindig ezzel próbált ebből erről lebeszélni, de amit tudok megtenni. Szerintem bevonulnék, igen. Amúgy megnéztem a fizikai erőnléti követelményeket, azt hiszem a tartalékosoknál, és azokat tudom teljesíteni. Azoknak megfelel. Hát nagyon reméljük, hogy ez csak egy hipotetikus kérdés marad, és nem kell erről komolyan gondolkodni. De akkor a végére még egy kérdést engedjen meg. Van önnek a YouTube-on egy podcast sorozata, és amikor itt gondolkodtam, ha lehet más a politika, miben más, meg olvastam ezeket a kérdéseket, akkor nekem ez is eszembe jutott, hogy ez egy más út egy politikusnak, hogy egy picit megmutassa magát más színben. Mi a célja ezzel a sorozattal? Úgy indult ez, hogy ültem a kollégáimmal a valami megbeszélésen, és pörgettük a Facebookot. Én már letörültem a Facebookot a telefonról, és próbálom nem nézni, mert szerintem nagyon rossz hatása van. És láttuk, hogy mit írnak ki az ellenzéki politikusok. Kék háttérrel, fehér betűk, Mészáros Lőrinc ma is lopott, bukjon meg a kormány, két mondat. És akkor 1500 like, és odaírták, hogy igen, bukjon meg a kormány. És így arra gondoltam, hogy nem lehet ez a politika. És akkor a munkatársaimmal beszéltünk erről. És igen, én értem, hogy nem minden adást néznek sokan, de amúgy azt szeretném mondani, hogy van erre igény. Ez bíró például Oroszországról, ami én azt gondoltam, hogy nagyon részlet kérdéseikig mentünk Oroszország kapcsán, azt hiszem 60 ezer körüli nézettsége van, az relatív sok embert érdekelt ez. De nemrég volt Herzog Máriával gyermekvédelmi szakértővel, 35 éve van ebben a ahol a gyermekvédelemről nagyon részletek gazdag, akkor megmondta, hogy ő mit gondol, nem kell vele egyetérteni, de szerintem érdemes megnézni. Vagy tudom mondani Prüle Gergelyt, aki korábban a PIM-nek a vezetője volt, meg az Evangélikus Egyház világi vezetője. Az is nagyon érdekes volt, tehát nagyon sok. És hát természetesen, ha már itt vagyok, a Hak Péternek a való beszélgetést, ahol
szó volt a közvetlen elnök választással, mi a problémánk ilyen alkotmányossági kérdésekről, de én elképesztően érdekesnek és ma is relevánsnak találtam azt, amit mondott az SZDSZ-es időszaknak a végéről, meg hogy volt az SZDSZ-ben a politika. Én amúgy azt gondolom, hogy a magyar politika történetet ismerni kell annak, aki politikával foglalkozik, tehát ajánlom minden hallgatónak, és azt gondolom, hogy alapvetően ez azt az igényt próbálja kielégíteni, hogy lehet hosszan és árnyaltan is beszélni dolgokról. De látja ennek már a politikai hasznát? Tehát, mint politikus tud profitálni ebből, hogy mondjuk ezt megnézik 60 ezren, vagy inkább ez egy másik láb, egy másik oldal, egy másik arca? Nem tudom, hogy lehet ebből politikailag profitálni, de abból szerintem nem lehet, és én nem szeretnék politikai profitálni, hogy kírjam az oldalamra, hogy eljött a kormányváltás, kinyílt a pitypang. Ungár Péter, az LMP társelnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.